Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Júliusban először jelentkezünk sportszelekciós műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Új vezetőedzővel és új játékosokkal készül a kisvárdai futballcsapat. Szerdán elutazott a dél-koreai univerziádira Helebrant Máté. Két aranyérmet nyert a junior országos bajnokságon Palás Tiruca. Több mint 200-an indultak a nemzetközi karate versenyen Balkányban. A harmadik helyen zárta a szezont a HFL-ben a Nyíregyháza Tigers. A héten már napi két edzéssel készült az NB2-es bajnokságra a Kisvárda Master Good. A keret még nem végleges, lesznek távozók és érkezők is. A szakmai munkát Sós Imre vezetőedző irányítja. Először is egy bemutatkozást kérek, hiszen bár régóta dolgozol a magyar futballban, inkább a nyugati ország részben tevékenykedtél, az itteni szurkolók talán kevésbé tudják, hogy kiről van szó, ki a Kisvárda új edzője. Győrben nevelkedtem, akkor még Rábaetóba kezdtem játékosként, aztán a játékos pályafutásnak elég gyorsan vége lett, utána pedig az edzői pályára léptem, elvégeztem a testnevelési egyetemet, megszereztem az összes licenszet, több mint 200 NB2-es mérkőzésen ültem a kispadon, dolgoztam Mosonmagyaróváron, Cegléden, BKV-nál, Siófokon, Sopronba, Gyirmóton, úgyhogy valóban így, ahogy mondtad, a nyugati országrész volt elsősorban a célállomások zöme. Mi volt a vonzó a kisvárdaiak megkeresésében? Úgy láttam, hogy egy eléggé erős csapatot lehet kialakítani, infrastruktúrálisan jelentős fejlesztések vannak. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő években biztos vagyok benne, hogy a magyar futballban egy meghatározó klub van kialakulóban. Túl vagyok az első úgynevezett rávezető héten, milyenek voltak a benyomások? Teljesen pozitívak, minden srác oda teszi magát az edzéseken. Úgy láttam, hogy a régebbi játékosok nagyon jó állapotban vannak, az újak között azért volna olyan, akinek van lemaradása, de a srácok partnerek eddig a munkában. Hogy néz ki, milyen lesz a keret? Azt mondják, az a cél általában, hogy minden posztra legyen két azonos képességű játékos, ami megkönnyíti a vezetőedző dolgát, Kisvárdán alakul. Úgy gondolom, hogy sikerült posztra igazolni, minőségi játékosokat tudtunk idehozni. Nyilván az a mag, aki a bajnok csapatban volt, ők azért itt maradtak, hiszen nem eldobandó játékosokról beszélünk. Sajnos a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a fiatalokra vonatkozó szabálya majd azért döntően be fogja folyásolni a keretnek a kialakítását, de én nagyon bízom benne, hogy együttőképes együttes sikerül kialakítani. Milyen bajnokságra lehet számítani? Az elmúlt időszakban NB3-ban dolgoztam, és úgy kerültem vissza télen az NB2-be. Már ez az NB2-es bajnokság is más volt, mint az előző években, amikhez én szoktam. Most biztos, hogy erősebb bajnokság lesz, hiszen a jó pár NB1-es csapat megszűnt, és ugye azonnal felszabaduló játékosoknak valahol le kell csapodni, az elsősorban a másodosztály lesz. Színvonalában biztos, hogy erősebb bajnokság lesz, mint a tavalyi volt, de úgy gondolom, hogy annyi csapat, amennyi az előző szezonban a bajnoki címért akart küzdeni, az most egy kicsit változik ebben a szezonban, de remélem, hogy egy stabil, erős, színvonalas bajnokságot fognak látni a nézők. Hogyan néz ki a felkészülési program a bajnoki rajtig, mikor is ki ellen játsz az első edzőmeccset a csapat? Múlt héten kezdtük a felkészülést, akkor napi egy edzés volt, most két hétig napi két edzésbe délután fogunk dolgozni a srácokkal. Az első edzőmérkőzést egymás között játsszuk szerdán, hiszen nem sikerült ellenfelet szerezni, viszont szombaton meg két meccs is vár a csapatra. Délelőtt 10 órakor a Cigándon fogunk játszani, este 6-kor pedig a Mezőkövesd otthonába lépünk pályára. Túl sok erőt nem kaptatok a bajnoki cím megszerzése után, mivel telt ez a rövid néhány nap? Pihenésen igazából, de ezt hozzászoktunk, mert általában nyáron nincsen túl sok szünet, ugye korábban kezdődik a bajnokság, úgyhogy ez nem volt meglepő. Ezt a pici időt pedig szerintem mindenki pihenésen, nyaralással töltötte, amennyire lehetett feltöltöttünk, és jöttünk visszaedzeni. Túl vagyunk az első, mondhatni rávezető héten. Nagyon sok új arc van az öltözőben, hogy néz ki, milyen lesz ez az új csapat. Én bízom benne, hogy egy nagyon jó csapat lesz majd itt kialakulóban. Ez természetes, ez egy magasabb osztály, kellenek a jó játékosok, és ezt említettem, mikor a múltkor is beszéltünk, hogy mindenképpen azért meg kell erősíteni a csapatot, ugye sajnos a külföldi légiósaink ugye nem lehetnek velünk ebben a szezonban, úgyhogy én nagyon bízom, és hát ugye előre sok sikert kívánok az új szerzeményeknek. Milyen lesz ez a bajnokság? Csökkent az NB1 létszáma, ami azt jelenti, hogy felértékelődött a másodosztály is. Így van. Biztosan egy nagyon-nagyon nehéz bajnoksággal, rengeteg jó csapattal. Mi megpróbálunk helytállni, én azt gondolom, hogy egyelőre nem lehet más ennek a csapatnak a célja, mint az, hogy stabilan benn maradjon az NB2-ben. És hát azért egy pici nehezítés van a fiatal szabállyal, de bízunk a fiatalokba is, hogy jók lesznek, és
bízom, hogy sikeres lesz ez a szezon. Nehézséget vagy könnyebbséget jelent az, hogy még az NB3-ban minden meccsen győzelmi kényszer alatt játszottatok. Itt azért nem lesz talán akkor a nyomás a csapaton, bármit mondtad, a bennmaradás az elvárás. Talán egy picikét ez könnyebb lesz, de attól függetlenül minden meccsen ugyanúgy fogunk kimenni a pályára, mint az NB3-ban, tehát a győzelemre fogunk törekedni. Aztán, hogy ez mire lesz elég, azt természetesen majd meglátjuk. De tehát a legfontosabb az, hogy egy jó kis csapat álljon össze, amire azt gondolom, hogy hogy a mester személye az mindenféleképpen erre ad okot, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy ez egy jó kis szezon lesz a kisvárdai csapat részére. A legutóbbi szezonban még évonalbeli csapatban a Dunói Városból tetted el a székhelyre egy újonc NB2-es együtteshez. A kisvárdához mi döntött a váltás mellett? Nagyon szimpatikus megkeresést kaptam a kisvárdai vezetők, illetve a vezetőedző személyétől. És hát az én sorsom úgy alakult Dunaújvárosban, hogy elérkezett egy váltás ideje, és mondom, mindaz, amit ajánlottak az itteni vezetők, illetve azok a tervek, amik a jövőre vonatkoznak, az nagyon szimpatikus volt, és ezért döntöttem. Milyenek a benyomások, az első benyomások a közegről és a új csapattársakról? Ma délelőtt csatlakoztam a kerethez, egyenlőre olyan sok mindent nem tudok mondani, de az mindenképp látszik, hogy egy nagyon jókedélyű és fiatalos társaság. Úgy érzem, hogy jól fogadtak, és hát remélem, hogy minél hamarabb nem csak jó viszonyba, de akár barátságba is kerülhetek a kerettagjaival. Mi az erősséged? Mit tartasz legnagyobb erényednek? Mit tudsz ígérni a várdai szurkolóknak? Milyen játékos? Láthatom, hogy személyedben a pályán. Az ember magát nem nagyon szereti dicsérni. Én nem ilyenfajta játékos vagyok. Inkább az, hogy mások miként ítélnek meg. De azt kell, hogy mondjam, hogy a visszajelzések arról tanúskodtak, hogy ugyebár a középpálya közepén játszom, és az biztos, hogy az első pillanat az utolsóig mindig mindent megteszek azért, hogy a lehető legjobb eredménnyel tudjak, meg az egész csapat úgy tudja lejönni a pályáról. Én ezt tudom mindig ígérni feltétel nélkül, és nagyon bízom benne, hogy egy olyan csapat lesz itt most kialakulóban, akinek igen komoly potenciálja lesz az NB2-ben. Egyébként milyen NB2-re számítasz, hiszen mint köztudott csökkent az NB1 létszáma, minőségi játékosok kerültek a másodosztályba, és gyakorlatilag minden csapat erősít. Az MLS-nek az új törekvései alapján most egy igen, vagyis mondjam, kakuktojás jellegű bajnokság lesz, de én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen erősebb lesz, mint az elmúlt években. Ugyebár azt hiszem 2 vagy 3 évvel ezelőtt még volt keleti, illetve nyugati csoport, aztán összevonták, mi akkor ugyebár a Dunaújvárossal akkor kerültünk fel. Szerintem most még inkább erősebb bajnokság lesz, és főleg így az MLS által ösztönzésre kínált összegek miatt több csapat is annyira komolyan fogja venni a bajnokságot, hogy akár a feljutásért menjen, hiszen itt most már igen komoly lehetőségek adódnak. És pontosan emiatt én szerintem nagyon nagy lesz a verseny. Az első, én úgy számolok, meg arra számítok, hogy az első 5-6 csapat nagyon közel lesz egymáshoz. Ez legalább el kell teljen egy 10 forduló, hogy az erőviszonyok kirajzolódjanak, de én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon, nagyon jó és színvonalas bajnokság lesz. A mai magyar futballban viszonylag hosszúnak számító idő 4 év után váltottál csapatot, Gyirmotról a nyugati határszéről tetted át a Székhelyre, Hidak keleti határszére. Te miért döntöttél a váltás mellett? Volt ez a megkeresésem, úgy gondoltam, hogy váltanom kell. Hát 4 éve ott voltam Gyirmoton, nem úgy sikerültek a dolgok, feljutás szempontjából a családom döntése is ez volt, hogy váltsunk egyet, nézzük meg, hogy ezen a részen, keleti részen milyen lesz. Nagyon bízok benne, hogy jól fogunk szerepelni. Már dolgoztam a mesterrel együtt, ismerem, tudom, hogy mit vár. Ő is nagyban közrejátszott a döntésem szempontjából. Többen is érkezhetek a nyugati határszéléről, többek között a mester is. Valamilyen tendencia ez most a magyar futballban? Én úgy vettem észre itt az NB2-ben, hogy a keleti csapatok mást játszanak, sokkal agresszívabb focit játszanak viszonylag, és de próbál ugyanazt a szép játékot, de agresszívabban játsszák, mint nyugaton. Neked mi az erősséged? Mit tartasz saját magad erősségének? Milyen futballistát láthatnak majd a szurkolók, ha pályára lépsz? Mindig a legjobbat akarom nyújtani, és remélhetőleg mindig a legjobbat is nyújtom. Megpróbálok mindent megtenni a csapat sikeréért.
Szerdán elutazott a dél-koreai univerziádéra Helebrant Máté. A 26 éves atléta egyedül képviseli a nyíregyházi színeket az egyetemisták és főiskolások világjátékán. Az eddigi felkészülés nagyon jól sikerült. Az idei versenyek a célokat sikerült elérnem. Ugye a legnagyobb célom az volt, hogy a Riói olimpiára teljesítsem a kiküldetési szintet, ez sikerült. Innentől kezdve már csak az volt a cél, hogy erre az univerziádéra minél jobban felkészüljek. Minden versenyt, az összes Superliga versenyt és összes nemzetközi versenyt ennek rendeltünk alá, és úgy azt mondhatom, hogy jól sikerült. Versenyeztél már Ázsiában, milyen körülményekre számíthatsz, meg gondolom azért utána néztél a versenyhelyszínnek. Nagyjából utána néztem, hát a klíma az elég szokatlan lesz számomra. Olyan 30-32 fokos hőmérsékletre lehet számítani, viszont ami a nagyobb probléma, az a páratartalom. Tegnap olyan 92%-os páratartalmat néztem az interneten. Milyen taktika lehet ilyenkor a megfelelő? Az elsődleges cél az, hogy helyezésben minél jobb eredményt érjek el. Ettől azt várom, hogy időben teljesen mindegy, hogy milyen idővel érek célba, csak a helyezés számít. Szóval verseny közben fog majd kiderülni a taktika. Mivel ilyen szokatlan lesz számomra a klíma, ezért előre ilyen taktikát nem tudunk megbeszélni az edzőmmel, szóval majd ott verseny közben fog ez kiderülni. Tudsz-e valamit az ellenfelekről? Valószínűleg nagyon erős lesz a mezőny. Ugye idén ez a második legnagyobb atlétikai verseny, Pekingben lesz a világbajnokság. Ez az univerziádé egy úgymond kisebb olimpia, minden sportág képviselteti magát, és az előző univerziádékon is majdnem mindig a legerősebb mezőny volt. Elég nagy nevek is rajtozáltak már, és mindig nagyon jó idővel nyernek. Idén még nem láttam rajtistát, hogy kik fognak rajtozálni, de valószínűleg nagyon erős lesz a mezőny. Nagyon sok világversenyen indultál már, azért ettől függetlenül ilyenkor van benne egy pici izgalom? Mindenféleképpen, főleg úgy, hogy idén ez lesz a fő versenyem, de nagyjából már sikerült ezt megszoknom, és remélem sikerült majd leküzdeni ezt a kis izgalmat. Az elmúlt hetekben Dél-Koreáról nagyon sok hír szólt egy járvány kapcsán, ezzel kapcsolatban kaptatok-e valamilyen tájékoztatást? Igen, írt a válogatott orvos egy körlevelet, megnyugtatott mindenkit, hogy ez a járvány ez nem azon a területen van, illetve hogy nagyon nehéz elkapni, de óvaintett, és azt írta, hogy ha bármiféle jelet tapasztalunk magunkon, akkor feltétlenül szóljunk. Elsőn szerdán utazik a csapat, te mikor állsz majd rajthoz? Nekem 9-én lesz a versenyem, méghozzá ottani idő szerint 7:30, ami számomra szokatlan, mivel ilyen korán sose kezdődött még versenyem. Mindig reggel szokott lenni, de ilyen korán még nem. Két aranyéremet ért haza a Miskolci Junior Országos Bajnokságról Palástyi Luca, aki sem 400, sem 800 méteren nem talált le győzőre. A bajnokság utáni kerethirdetéskor kiderült, hogy Széles Imre tanítványa ott lesz a svédországi Junior Európa Bajnokságon. Az alapvető elvárás az volt, hogy a két számot teljesítse, ezt maga biztosan megoldotta Luca, így úgy néz ki, illetve most már teljesen biztos, hogy részt vesz a július 19-ei Junior Európa Bajnokságon Svédországban. Ebben a korban a fiataloknál azért előfordul, hogy egyik évben jól teljesítenek, másik évben kevésbé, neki hogy néz ki a fejlődése? Kis hullámvölgybe került jó tavalyi évbe, a nagy siker után, úgyhogy a Donetszbe egyéni világbajnoki döntőt futott. Idén nagyon jól dolgozott a lány, kihagytuk vele is szinte teljesen a felett pályát, és felszállóágban van. Kis versenyhiányán szenvedünk, az érettségi miatt kimaradt neki a felnőtt Európa Kupa, illetve elmaradt egy válogatott viadal, de próbáljuk utolérni magunkat. Milyen körülmények között tudtok dolgozni Nyíregyházán, gondolok itt az edzés lehetőségekre, az edzés partnerek minőségére? A felkészülés márciusban egy edzőtáborral kezdtük Horvátországban, nagyon jól sikerült, egy 10 napot töltöttünk Horvátországban, azóta itt készülünk Nyíregyházán. Most neki ez az érettség azért egy kicsit beleszólt a felkészülésbe, kevesebbet tudtunk mozdulni. Alapvetően a körülmények megfelelőek, mondhatóak, nyilván nem bánnánk, hogyha több külföldi verseny lenne, vagy még jobb körülmények azért rendelkezésre állnának, de az alapvető munkát el tudjuk így is végezni. Ez az Európa-bajnoki szereplés mindenképp nagy dolog. Mi addig a program és mi az elvárásod vele szemben? Jövő héten még indulunk a Gyulai Memoriálon, ott lesz egy Superliga verseny, a női 400 méteren fog indulni a lány. Utána következik az Európa-bajnokság,
Én a reális elvárás az elődöntő, azt hiszem most vele szemben. Két aranyéremet értél haza a Miskolci junior országos bajnokságról. Szerutatás előtt mi volt a terved, mi volt az elvárás magaddal szemben? Szerettem volna mindkét versenyszámba győzni, ez sikerült is, bár azért nem lehetek elégedett, mert az időeredmények nem a legjobbak, amiket sikerült elérnem. Milyen volt a mezőny, milyen erősek voltak az ellenfelek? Nem voltak erősek sajnos, szerintem ez is lehet akár az egyik oka a rosszabb időeredménynek, mivel 200 méterig láttam magam előtt még a 8-as pályát, és utána pedig szinte egyedül futottam. Az edződ azt mondta, hogy a tavalyi után volt egy kis hullámvölgy, sérülés is nehezítette a dolgodat, most hogy érzed, milyen formában vagy? Most egyre jobban érzem magamat, bár még nem az igazi, amit a versenyen tudok mutatni, szeretnék igazán jó formába kerülni, és megmutatni, hogy valójában mit tudok futni. Bekerültél a junior Európa-bajnokságra utazó csapatba, gondolom ez azért kellő motiváció. Ez most egy jó hír az utóbbi hullámvölgy és sok negatív tapasztalat után. Szeretnék élni a lehetőséggel, és minél jobban teljesíteni ott. Nemzetközi karate versenyt rendeztek Balkányban. A nagykálói Shotokan-dó esély által szervezett viadalon 26 egyesület 202 karatékája lépett küzdőtérre. A versenyt ugye a nagykálói karate egyesület balkányi szakosztálya keretén belül rendeztük meg. Az ország egész területű szintre és Románia Erdélyből jött 6 egyesülettől. Összesen 26 egyesület, 202 egyéni nevező, 74 egyéni versenyszám és 10 csapatversenyszám. Első alkalommal rendezik ezt a versenyt, mennyire volt nehéz egy ekkora mezőnyt összetoborozni? Minket a szövetségünkön belül és maga az egész országba ismernek, valamint ugye a román baráti mesterek, egyesületek is ismernek minket, kölcsönösen járunk egymás programjaira, és végül is így nem volt nehéz, mert ez a létszám ez valamilyen szinten adott. Mit kell tudni magáról a Nagykálói Egyesületről? A Nagykálói Egyesületről annyit kell tudni, hogy ezek 1983 óta vagyunk jelen Nagykáló életébe. Hivatalosan 1989-től vagyunk, mint hivatalos sportegyesület, és azóta tevékenykedünk. Mennyien űzik jelenleg ezt a sportágat Nagykálóban és most már Balkányban? Nagykálóban 45 fő általában az átlag létszámunk, itt Balkányban 30 fő, úgyhogy összesen 75 tanítványunk van. Az eredményességet nézzük az elmúlt években, sőt most már lehet azt mondani, évtizedekben mire lehetnek büszkék? Nagyon büszkék vagyunk a tanítványainkra, mert a világ Európa bajnok kupagyőztes tanítványaink vannak. Országos bajnokságokról mindig rengeteg aranyéremmel, ezüsttel és bronzzal érkezünk haza, valamint már most az egyik tanítványunk 5. éve elnyerte a Magyarország jó tanuló, jó sportolója címet, ugye, amihez jól kell teljesíteni a sportba, és jól kell teljesíteni a tanulmányi iskolába is. Azért az ő nevét mindenképp említsük meg. Györgyi Csabának hívnák, és nyíregyházi lakos, a Nagykálói Dozsonba edz. Kinek ajánlott egyébként ez a sportág? Kiknek érdemes lemenni az edzőterembe? Ez nincsen korhoz kötve. Én azt szoktam mondani, hogy az általános iskola megkezdése előtt, vagy pedig az általános iskola megkezdése után egy fél évvel érdemes elkezdeni, és elég tág a határ, mert vannak 60 éves tanítványaink is. Aki egészségesen akar élni, egészségesen akar mozogni, egy családias légkörbe, azt mindenféleképpen szeretettel várjuk, valamint ugye mivel mindig vannak kivételek, van sok olyan tanítványunk, akik 4 éves korba kezdték el, és még jelenleg is itt vannak, és már egy pár év eltelt. Tehát vannak mindig kivételek, de ugye kivétel mindig erősíti a szabályt. Ezzel a versennyel nyitányként meglehetősen magasra tették a lécet, mi lehet a cél a következő években? Azt tudni kell, hogy ez igazából most a versenyidőszakunknak az utolsó versenye a szövetségen belül, meg nemzetközi szinten is. Most a nyár az a pihenés és az edzőtáboroknak az ide, de viszont szeptemberben kezdünk egy országos bajnoksággal Szerencsén szövetségen belül, ami igazából egy felkészítő verseny a világszövetségünknek a Szabadkán, Szerbiában megtartandó világbajnokságára, ami októberben lesz. És gondolom, ennek a versenynek is lesz folytatása. Szeretnénk minden évben, ha nem is minden, de minden második évben megismételni, hogy minél egyre színvonalasabbat, és egyre jobban reklámozni a karatét a kifelé az emberek felé is. Mikor és minek hatására választottad a karatét? Anyukámnak az egyik ismerőse kérdezte meg, hogy lenne kedvünk elmenni edzésre, akkor elmentünk, megnéztük, és azóta ott ragadtam. Mit tudsz ajánlani ebben a sportágban annak, aki gondolkozik rajta, hogy mit válaszol? Egyrészt kitartásra nevel, másrészt kiváló erőnlétet ad, és a karate
figyelembe viszi azt is, hogy a testnek milyen mozgások az egészségesek. Mennyit edzettek heti szinten? Nagykállóban van 3 edzésünk, de most már Balkányban is van 2, úgyhogy akinek kedve van, akár hetente 5-ször is. Milyen eredményekre lehetsz büszke? Most volt tavasszal egy Európa-bajnokság, ott a mesterek tornáján 3. lettem, illetve a csapatkatába pedig 4. lettünk, 1/10 maradtunk le a dobogóról. Mit jelent az, hogy mesterek tornája? Mesterek tornája, ez egy ilyen összetettebb dolog. Minden országból csak egy nevező lehet, és egyszerre van küzdelem, meg forma gyakorlat. Milyen céljaid vannak a sportágban még? Nyilván verseny szempontjából továbbfejlődni, egyre magasabb fokozatot elérni. Ennek sosincs vége, tehát akár életünk végéig csinálhatjuk. Mit kell tudni egyébként a fokozatokról, hol kezdődik és hol végződik? Fehérővel kezdődik, utána jönnek a színösevek, citrom, narancs, zöld, kék, barna, és utána jön a fekete öv. Mennyi idő kell mondjuk egy-egy övszint ugrani? Attól függ nyilván, hogy melyik év, de ha valaki nulláról kezdi a fekete övet elérni egy olyan, hát nekem 9 évbe telt. Civilben ugye, mert hát amatőrként sportolsz, mit kell tudni rólad? A Krúdi Gyula gimnáziumban jártam, matek tagozatra most végeztem el, és az ELTE-n fogom folytatni tanulmányaimat. Ami azt jelenti, hogy akkor keresik el egy edzés helyszínt Budapesten? Nagy valószínűséggel igen. A 3. helyen zárta a szezont a Nyíregyháza Tigers. A nyíregyháziak a Hungarian Football League elődöntőjében 44-6-os vereséget szenvedtek a Bratislava Monarchstól. Ez papírforma volt, mi nem ezt szerettük volna, nem is ezt akartuk, tehát ugye mi győzni mentünk erre a mérkőzésre is. Azt mondom, hogy igen, a cél az megvalósult, amit az évre kitűztünk, ott voltunk a rájátszásban, játszottunk, sokkal összeszedettebbek voltak, sokkal pontosabbak, fizikálisan is felülmúlták az egyesületet. Védelemben nagyon fel tudtuk velük venni a harcot, hiszen a védelmünk úgy állt a sarat, hogyha ez egy oda-vissza meccs lett volna, akkor egy TD-n belül vagyunk. Az offenzünknek, a támadó sorunknak nem teljesen sikerült minden, amit meg akart volna valósítani, de hát ezek a hibák tolnak előre bennünket, megyünk, javítunk, aztán jövőre majd döntőzünk. Amikor elkezdtétek ezt a szezont egy új alakított csapattal, azt mondtátok, a 4 között szeretnétek lenni, ez megvalósult. Egy picit visszamegyünk az egész szezont, nézze akkor, hogyan értékeled ezt az évet. Mindenképpen ez volt a cél, rájátszásban a 4 legjobb között lenni. Most 3. vagyunk, az ország legjobb 3. csapata. Nem gondolom, hogy nagyon le kellene hajtanunk a fejünket, hogyha végigmegyünk az utcán. Persze hát az ember álmodozott arról, hogy ezüst vagy arany. Nincs ennek még itt az ideje. Jelen pillanatban ennek volt itt az ideje. Jövőre vagy 2 év múlva, amikor ez a csapat, ez a mag, ez a keret, ez összeáll úgy, ahogy ez össze tud állni mondjuk egy 2 éves felkészülés alatt, akkor már igenis elvárás kell, hogy legyen az, hogy döntőbe játszani, vagy aranyat elhozni. Amerikai edzője volt a csapatnak, voltak amerikai játékosok, mennyit tanultatok tőlük? Nagyon sokat tudtunk tanulni. Az edzőnktől mindenképpen a támadó stratégiát, olyan támadó stratégiát hozott ide nekünk, és tanította meg nekünk az alapjait, mert az egészet hiszen ennyi idő alatt nem tudtuk megtanulni egy szezon alatt, amiért senki nem játszik Magyarországon. Talán ezért is volt meglepő egy-két csapatnak, és nekünk is, hogy mit kellene csinálni. A fiúktól pedig ugyanúgy, ők ugye pozíciós játékosok, tehát őnekik megvan az, hogy mit tudnak, minden tudnak a fociról, amit tudni kell, de kiélezetten tudnak egy pozíciót. Onnan azok a srácok, akik velük együtt edzettek, nagyon sokat tudtak tanulni, illetve mindhármuktól a mentális, illetve a hozzáállást ahhoz, hogy milyen alázattal és hogyan kell hozzáállni ehhez a sporthoz, vagy bármilyen más sportághoz. Amatőrök vagytok, tehát mindenki munka vagy tanulás mellett sportol. Ez is közel játszott abban esetleg, hogy picit nem végezhetek előrébb, hiszen azért minden sportban az edzések látogatottságának függvénye a siker. Egyrészt igen, az edzés látogatottság, illetve az, hogy mennyit tudunk gyakorolni, annak a függvénye a siker, illetve az, hogy hányan tudunk elutazni például egy idegen mérkőzésre. Volt olyan például a pozsonyi mérkőzés, amikor egyszerűen nagyon sok csapattársunknak úgy jött ki, hogy munka, esküvő, akár családi problémák, és 24-en, 25-en utaztunk el a 40-45 fős keretből. Edzésre sem mindig tudunk ott lenni, hisz mindenki amatőr, aki délutános műszakban dolgozik, ő egy hétig nincs, ő egy hétig nem tud lejönni, hát így próbálunk előharadni. Érinti ez egyébként minden egyesületet, érint Magyarországon, hol kisebb, hol nagyobb problémaként kezelik, illetve tudják megoldani. Ez mindenkinek egyén kérdés, hogy mennyit tud kijönni, és mennyit tud rááldozni erre. Most már azért egy évtizedes múltra tekint vissza Magyarországon az amerikai futball, látszik a fejlődés? 10 éves múltra tekint vissza az amerikai foci is, sőt 11 szervezett formában, illetve a Tigers is az idén ünnepli a 10. születésnapját. Nagyon sokat fejlődött a maga a sport, az események megrendezése, a játék színvonala. Azt mondom, hogy szinte mindig élen járt a Tigers, mert ugye elkezdtünk úgymond import játékosokkal dolgozni 8 évvel ezelőtt. Ugye az
ukrán testvér csapatunktól, az Ungvártól jöttek át játékosok. Na akkor ezt lekövetve, ezt a példát, volt ahonnan, ahol közelebb volt, hoztak szerb játékosokat vendégjátékosnak, vagy szlovák játékosokat, aztán a Tigers megint húzott egy újat, hozott amerikai játékos, na már most megint mindenkinek van amerikai játékos. Persze ez emeli a színvonalat, nincs ezzel baj, hogy utánoznak, ez nem is utánozás, hanem ez a sport fejlődése, csak azt akartam, hogy mindig mi vagyunk elő, fejlődik a sport nagyon sokat, fejben gyorsult a játék, tehát már nem az a töredezett, a bírók is fejlődnek, bár néha én még mindig tudnék esetleg csúnya szavakkal illetni magát egy mérkőzés, de természetesen nem ezért, hanem csak azért, mert az embernek a szíve saját maga felé húz, hiába jogos egy ítélet, én akkor sem fogom azt mondani, hogy jogos, mert ellenem van. Tehát, de ezzel nincs mit kezdeni, fejlődnek a bírók, az egyesület, fejlődnek az egyesületek, fejlődik a játék, gyorsul, nagyobbak az ütközések, több a sebesség, hosszabbak a passzok. Ha már az ukrán játékosokat említetted, néhányan játszottok az ukrán bajnokságon, ott hogy álltok? Igen, játszunk itt három csapattársammal az ukrán bajnokságban. Egyenlőre 2-1, két győzelem, egy vereség a mérlegünk. Hát megyünk tovább, aztán meglátjuk, hogy abból mit tudunk kihozni. Ez körülbelül augusztus vége, szeptember elejére fog lezáródni az ukrán szezon. És ugye hát ahogy itt játszanak az ukrán testvér csapatunk, mi meg oda megyünk így játszani, csak ugye ez még nehezebb megoldani a munka miatt. Nagyon sokat teszek az utánpótlásért, folyamatosan toboroztok, népszerűsíteni próbáljátok a sportágat, ezen a téren hogy álltok? A sportágat is népszerűsíteni, az egyesületet nagyon népszerűsíteni Nyíregyházán nem kell, én azt gondolom, mert mindenki ismeri, és igazából szeretik is szerintem a csapatot. Az már más kérdés, hogy ki az, aki lejátszani is akar, vagy játszani is szeretne, illetve megint egy másik kérdés az, hogy amikor kipróbálja, akkor még utána is tetszik ez neki. Igen, toborzunk most is, hogy lement úgymond a szezon, így most nyáron lesz egy toborzás, toborzó kampány, egy edzőtáborba is el fog menni az egyesület, hogy ez milyen formában fogja érinteni a toborzást, és nem, arról még most nem tudnék nyilatkozni. Ősszel junior bajnokság van, tehát ott is lehet lesz a kicsiknek, hát 17-18 éves rácok, akik velünk is játszottak a HFL-be, nekik lehet lesz szurkolni, de mindenképpen most az év második fele az a toborzásról fog szólni, illetve a juniorról. Mi lesz az amerikai edző és a játékosokkal? Most egy hosszabb szünetre elmentek ugye családlátogatásra, haza, stb. De hát ugye az edzővel is egy 2+1-es szerződésünk van, úgyhogy én nem gondolom, hogy itt nagy változások történnének. Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!